Akkor itt térnék arra rá, hogy lassan véget ér 2022. Ez is ugye egy szombat év volt. Sok minden történt, meg talán sok minden ki is bontakozott. Ami, ahogy már ön is mondta, hogy már a könyvében, a 2014-ben írt és 2015-ben megjelent könyvében is már feszegette azt, hogy milyen irányba halad a világ. De hogy érzi, mennyire volt kulcsfontosságú ez az esztendő, és mire lehet számítani a következő években? Hol tart most a világ? Hát az idei év nem fejeződik be december végével, mert valójában azok a folyamatok, amelyek nem most indultak be, de felerősödtek 22-be, azok tovább fognak tartani. Én úgy gondolom, hogy valamilyen formában a háború élesben befejeződik, de nem élesben, ugye folytatódni fog. De ez azt jelenti, hogy lehet fegyverszünet, vagy béke? Hát valószínű, hogy Zelenszkij, aki az utasításokat a Straussistáktól kapja Washingtonból, az olyan utasítást fog kapni, hogy most már üljön le komolyan tárgyalni, és valószínű, hogy amit Oroszország eddig hát Oroszországhoz csatolt, az marad ott. Lehettek némi változások, de az csak nem biztos, hogy a nyugat már abban az intenzitásban, ahogy eddig támogatta, nem tudja támogatni. Jó, Amerikának megérte, mert az elavult fegyvereit azt lényegében persze állami pénzen eladták. És ugyanezt megtették Európával, itt is eladták, sőt, nekünk is kellett venni belőle. Úgyhogy ez a folyamat, ez leáll. De majdnem biztos vagyok benne, hogy hamarosan fegyverszünet lesz. Azért érdekes ez, mert két iskola van. Az egyik azt mondja, hogy valójában ez a konfliktus egyáltalán nem ér véget, lehet, hogy lesz fegyverszünet, de mindig lesznek partizán mozgalomnak, akik majd megtámadják egymást, a háttérben meg készülnek valami sokkal nagyobbra. A másik, hogy még fegyverszünet sem lesz, hogy nehogy ki kelljen akár egyik, akár másik oldalnak mondani, hogy valaki vesztett, vagy valaki nyert ebben a háborúban. Na most, ez lehet igaz, az ukrán-orosz háborúra. Na, de hát az igazi háború egyrészt Európa gyarmatosításának a befejezéséért folyt. Európa ma a nemzetközi dollár oligarchiának a lényegében egy protektorátusa. Hogy így fejezzem ki magam, protektorátus. De az igazi küzdelem az a keleti gazdasági rendszer és a nyugati között folyik. És a nyugati az parazita élősködő, lefelé menő. És nem is tartható sokáig. Nem lehet már megmenteni? Megmondom, jézusi módszerrel át kell alakítani. Tehát gyökeresen át kell alakítani. Vagyis tulajdonképpen vissza kell térni, mert ez egy járadékos, élősködő parazita rendszer lett. Ezért vissza kell térni a reálgazdaság elsőbségéhez, akkor megint lehet jó fizetést adni, és ha lehet jó fizetést adni, akkor képzett, művelt emberek termelnek.
Ez Amerikában már nincs így. Ez működne a jézusi elfhez való visszatérés, vagy ha jönne valaki, aki azt mondja, ezt megcsinálja, ez működne háború nélkül, működne konfliktus nélkül, hát nyilván a másik oldalon a pénzoligarha ezt minden erővel meg akarná akadályozni. Igen, de ez az igazi konfliktus, ez a nyugat belső konfliktusa. Ezt belülről az amerikaiaknak kellene megvívni, hogy visszaszerezzék azoknak az elsőbséget, akik érték előállító munkát végeznek, mert ma vagyont szerezni spekulációval lehet, ahol nem állít elő értéket, és mindenki neki dolgozik. És eljutott odáig, hát akkor mondjunk egy nagyon fontos igazságot. Mondjunk ki. És hagyjuk, hogy ki vallásos, ki nem vallásos. Feleljünk erre a kérdésre, kié a nap? Kinek a tulajdonában? A holdnál már, ott már megjelentek lábnyomok. Az ingatlanárosok. De a Föld, amely a naprendszer részhez, kié? Kié? Ez nem lehet senkié, csak Istené, meg az összes emberé. És ez még nem elég. Kié az elettünk lévő 1000, 10000, 100000 nemzedék által előállított érték? Az kié? Hogy lehet, hogy kerülhet az maga? Megvan rá a válasz, de az hogy lehet kiharcolni? Mert az a való, az lenne az igazságos. Ha mindenki csak az az érték lenne, amit ő az élete során előállított. Az az ő magától, és az ő, és a szent, mert az ő életereje, tehetsége objektíválódott benne. De minden más közös. Tehát amikor ő meghal, jó, az utódainak legyen előjoga, de valamilyen módon néhány nemzedék után az is menjen be a közösbe. Vagyis Földnek egyáltalán nem szabadna magántulajdonban lenni. Semmilyen körülmények között. Föld nincs magántulajdonban. Csak köztulajdonban lehet. De az előttünk járó nemzedékek által itt hagyott örökség, az is köztulajdon. Ennek így kellene lenni. Tudjuk, hogy erre az a válasz, hogy lehet szépeket gondolni, csak minek. De én mégis azt mondom, hogy az egy reális dolog. Mert én már is például megnevezem Michael Hudson, professzor már le is írta a legutóbbi könyvébe, hogy hogyan lehetne megcsinálni egy új jubileumi évet az Egyesült Államokban. És ha az Egyesült Államokban azt meg lehet csinálni, az az egész nyugatot érinti. Vagyis a háború az nem ér véget azzal, hogyha fegyverszünet van. Mert a háború azért folyik, hogy az egypólusú világrendszer alakuljon át többpólusú. Hát miért demokratikus az, hogy az Egyesült Államok, illetve az Egyesült Államokat uralkodó dollároligarja és az azokat irányító straussisták mondják az utolsó szót. Hát miért? Hát miért nincs szava mondjuk külön Európának, meg külön Kínának, meg külön Afrikának, meg külön Latin-Amerikának? Miért nincs szava? Miért nem lehetséges a többpólusú világrend? Miért ragaszkodik Amerika az egypólusú világrendhez? Miért? Ez önmagában mutatja, hogy mert az egypólusú világrend
valójában diktatúra. És amikor ő állandóan demokráciáról szónokol, diktatúráról szónokol, mert nézzük csak meg. Azt mondja, demokrácia. Akkor azt érti alatta, hogy szabad piacgazdaság. Na mi is a szabad piacgazdaság? Hogy szabad legyen a közhatalomtól, vagyis az államtól, vagyis hogy a társadalmat a pénz oligarchia kormányozza, irányítsa, azt tervezze, és az államhatalom, amit választanak, na és választanak, az csak tulajdonképpen ilyen formális, kiüresedett hatalma legyen, de ennek ez szükségszerűen, mint már elmondtam, ahol a pénzrendszer dominál, ott létrejön a 99% és az 1%, vagyis ez elvezet szükségszerűen a legigazságtalanabb vagyoni és jövedelmi viszonyokat, amit el lehet képzelni. Tehát ez a rendszer. A másik rendszer, ami nem demokrácia, hanem autokrácia. Na ott mi is van? Hát az autokráciában az van, hogy van piacgazdaság, de csak a termelő szektorban, másod nincs. Mert ott az állam van. És az autokráciában, ezért mondják autok, ott erős állam van. Az erős államnak a képviselőit nevezik autokratáknak. És a pénzoligarchia alárendelt szerepet játszik. Ebben a változatban is kialakulnak nagyon nagy vagyoni és jövedelmi különbség, nem akkorák. És az erős állam a tervezéssel azt mindig tudja kiegyensúlyozni és tompítani. Na most melyik a rendszer a jobb? Ugye erre szokták azt mondani, hogy a keleti rendszerekben sokkal nagyobb a mély szegénység, nyilván sokkal többen is vannak, és van egy nyugati jólét, ami ezer sebtől vérzik, de legalább olyan szabadon lehet gyakorolni a vallást, a szexuális orientációt, meg szabadon lehet elmondani a véleményünket. Bezzeg a gonosz diktatórikus Kínában éheznek vidéken az emberek, cenzúrázzák az internetet, és egyébként a homoszexuális párok meg nem élhetik meg a saját gondolatokat. Ez nagyrészt már a múlté, mert Kínának több százmillió embernek az életszínvonalát jelentősen sikerült megemelni, és ne feledjük, ez is egy tény. Kínában most már több millió mérnök van. Az még le fog tenni az asztalra, egyesmár. És az Egyesült Államokban egyre több LMBTQ-s PhD is van. Mire jó a diplomájuk? Semmire nem jó a diplomájuk. Egyébként mi a véleménye az LMBTQ mozgalomról, hogy ezt egy mesterséges valaminek tartja? Ha persze! Ez egyértelmű. Azt megtervezték. És tervszerűen hagyják végre. Hát ez... És mi a cél? Ez azért, mert az az ember, aki elveszíti az identitását, az olyan, mint a massza, az, vagy olyan, mint a mécses. Belenyúlnak, annak nincs önálló akarata. Afellett fenn lehet tartani a legigazságtalanabb járadékos rendszert. Az fog, mint a... Szóval abból lehet a zombikat világméretbe előállítani. Ugye látjuk azt is, hogy Amerikában, mivel már a gazdasági dolgokhoz nem igazán tudnak hozzányúlni, ilyen szimbolikus dolgokhoz nyúlnak hozzá, mert az nem kerül pénzbe. Eltörléskultúra, ilyen második generációs szabadságjogok, és úgy tűnik most a félidős választásokon... Nem, ez a társadalom manipulálása. Egyértelműen, mert minél inkább zavaros identitású valaki, annál inkább irányítható és elpusztítható. Mert ugyanakkor készülnek, és már nagyon sok formában el is készültek, hogy a lakosságot,
lakosság létszámát jelentősen csökkenteni kell. És az ilyen zombiknak a 100 és 100 milliótól akarják a földet megszabadítani, mert úgy gondolja a nemzetközi dollár oligarchia, hogy ahhoz a magas színvonalhoz, amihez ő eljutott, és ami most az övé, ahhoz elég 500 millió ember, persze robotokkal, akik meg kell és óriási technikával, és ő ugyanúgy élte, és stabilabb a hatalma, mert nem 800 ember, 800 milliárdnak elnyadni, hanem elég 500-at eltartani. Viszont amikor, ugye ezt én rendszeresen hallom többektől, hogy elérte az emberiség azt a létszámot, hogy a föld erőforrásaihoz amúgy is sokan vannak, a javakat kevesebben is meg tudják termelni robotokkal kiegészítve, a felső 1% boldogan élne, ha jóval kisebb lenne a föld, akkor itt felmerül a kérdés, hogy meddig hajlandók elmenni? Tehát egy ponton bevetnék az atomfegyvert, vagy egy ponton tényleg programot írnának arra, hogy tömegével pusztítsák ki az emberiséget? Vagy ez már zajlik? Na most az a helyzet, ezért mondtam, hogy kabalista ez a fel, mert a kabalába belefér. Mert ugye a szférákon keresztül eljutnak a kozmoszba, belefér kabalisták, és belefér. És persze most nem tartanak ott, most élni akarnak, most azért megy a harc, hogy a jelenlegi privilégizált helyzetüket megtartsák. Most ezért megyek közel. De elképzelhető, ha bizonyos határokat túlépnek, akkor valamilyen módon, mert hát ugye két 6000 nukleáris fegyver. Az egyiknek is van, a másiknak is. Sőt, most az oroszoknak állítólag jobb szállítóeszközeik is vannak. Mindegy. Mind a két fél el tudja pusztítani a másikat. Ezért is van az, hogy Oroszország megengedhette magának, hogy azt mondja, hogy itt a szomszédban gyilkolják a orosz anyanyelvű ukránokat, már 20 000-et meggyilkoltak. Oroszország mit csinált? Ment az ENSZ-hez. Az ENSZ biztonsági tanácsa engedélyezte, hogy Oroszország beavatkozzon, és ezt megakadályozza. Ezért is hívják úgy az orosz katonai beavatkozást, hogy különleges katonai akció vagy művelet. Tehát nem hadüzenet, nem háború. Mert azért mentek oda, hogy állítsák le az orosz anyanyelvűek gyilkolását. De akkor miért mentek el Kijevig? Tessék? Akkor miért mentek el Kijevig? Hogy miért mentek el? Hát Kijevig azért mentek el többek között, mert ahhoz, hogy az orosz anyanyelvű részek, mert ott felvonult egy több mint 120 000 fő ukrán hadsereg, már tökéletesen kivéve, legmodernebb fegyverekkel. És ezeknek egy részét kellett onnan eltávolítani. És ezek, mikor megindult Kijev körülkerítésre, a fele felvonult hadsereg mentőt védjék. Akkor ez egy taktikai lépés volt az orosz részére? Persze. Nem volt az ambuta lépés, mert ezáltal meggyöngítették azt az ukrán hadsereget, amely nyíltan azzal jött, hogy Krimet visszafoglalja, és így tovább. Érdekes, hogy az orosz és az ukrán hadsereg állapotáról a mai napig ilyen eltérő értelmezések vannak. Egyesek azt mondják, hogy az oroszok kifejezetten rosszul állnak ebben a háborúban, és megmutatta ez a helyzet, hogy nincs jó állapotban az orosz hadsereg. Mások meg azt mondják, hogy hát nézzük meg, mi a helyzet Ukrajnában, a lakosság nagy része elmenekült, nagyon sokan meghaltak, városok porig vannak rombolva, meg falvak, meg települések. Ön hogy látja most, 2022. decemberében,
Oroszország és Ukrajna milyen állapotban van? A helyzet az, hogy Ukrajnának nem engedték meg a washingtoni strausszisták, akik megcsinálták, hát Viktória Nulat, Rolett Kazán, stb. Nem engedték meg, mert amikor megindult a harc, az volt 2022. február 24. 25-én éjjel Zelenszkij és néhány kísérője felkereste a kínai nagykövetséget Kijevbe, és megkérte, hogy segítsen egy fegyverszünetet létrehozni az oroszokkal. És a kínaiak ezt ugye itt még egyébként Zelenszkijről is beszéltek, hogy a Krímet Oroszország megtarthatja. Kína ebbe belement, és az orosz, mik voltak az orosz feltételek? Az orosz feltételek, ez a orosz gyűlölő milícia feje, Dmitri Jaros, azt mozdítsák el, megneveztek még néhány táborlokot, hogy mozdítsák el, bizonyos szoborokat távolítsák el, utcákat nevez. Tehát csupa olyan feltétel, amit lehet teljesíteni. És ezt Zelenszkij elfogadta. És jelentette Washingtonba. És onnan közölték, hogy mondja vissza, mert ennek a háborúnak folytatnia kell, és majd őt döntik el, hogy mikor lehet leállítani. És Zelenszkijnek lehetett volna más választás, hogy nem fogad szót Washingtonnak? Hát... mármint az oroszoknak? Nem, hogy azt mondja Zelenszkij Washingtonnak, hogy már pedig én megállapodok az oroszokkal. Hát ezt megtehette volna, de hát azért ott volt 120 ezer fő ilyen Dmitro Jaros által vezetett ukrán, mert ott domináltam a rendes ukrán katonák domináltak, hanem ezek a nacionalista milíciák, mondjuk így, orosz gyűlölőnek, akik ugye azért mentek oda, hogy a Krímet visszafoglalják. Oroszországban Krímet nem adhatta vissza, mert egyrészt mindig orosz volt, de ott van az egyetlen tengeri, haditengerészeti támaszpont. Nincs több. Szocsiba nincs, meg másutt. Ezek üdülőhelyek. Katonai támaszpont ott, akkor azt jelenti, hogy Oroszország lemondhat a Fekete-tengerről. Tehát ezt nem tehették meg. Úgyhogy ezért is volt az, hogy a milíciáktól akartak szabadulni. Tehát ennek a háborúnak már vége lehetett volna, de ez nem volt érdeke. Én azt látom, hogy most már kezd érdeke lenni. És miért? Azért, mert belpolitikai változások vannak, nem is jelentéktelenek az Egyesült Államokban. Ne felejtsük el, volt egy időközi választás, és most már republikánus többség van például a képviselőházban. Ami azt jelenti, hogy már nem lehet annyi pénzt és annyi fegyvert küldeni Ukrajnába, és nem lehet tízezrével kiképezni az ukránokat. Ezt már nem fogja megengedni az amerikai törvényhozás. Tehát van egy ilyen vált, de más szempontok is vannak, amit az is mutat, hogy új szelek fújnak, hogy hát
a CIA vezetője és az orosz megfelelője, azok komoly tárgyalásokat folytattak. Isztambulba és Kairóba. Annak mi az oka, hogy ezt titkosszolgálati szinten tárgyalják, és nem politikai szinten? Hát azért, mert a titkosszolgálatok a legtájékozottabbak. És a titkosszolgálatok mindegy, hogy melyik országhoz tartoznak. A világ titkosszolgálatai így vagy úgy, de együttműködnek. Ez nem azt jelenti, hogy ugyanazt a célt szolgálják, de a szakma jellege olyan, hogy együtt kell működni. Kína megerősödve jön ki abból a háborúból, amihez látszólag semmi köze, hiszen nem hadviselő fél, nem az ő területén zajlik, és látszólag még semleges is? Hát természetesen Oroszországot azért gyengíti, mert hát azért oroszok is meghaltak, meg orosz fegyverek is elpusztultak. De annyira nem gyengíti, hát azért ott van intakt módon a 6000, vagy lehet, hogy van a több nukleáris fegyver, a legmodernebb szállítóeszközökkel. Tehát az érintetlen. És hogyha nagyon, ezért is van, hogy erőteljesen hangsúlyozzák, hogy Amerika nincs benne, a NATO nincs benne, hogy ne lenne benne. Ők az igazi háborús felek, de ezt azért, hogy a nukleáris fegyverekhez ne kelljen nyúlni. Mert ha ahhoz nyúlnak, az azt jelenti, hogy hát persze kezdő, de csak egész kis taktikai fegy, de akkor már a döntés fokozatosan átkerülne alacsonyabb szintre. Tehát mindig fennáll a veszélye, hogy valamilyen módon eszkalálódik a dolog. Tehát természetesen, hogy jobb lenne, és Kínának is jobb lenne. Kína, olvastam néhány tanulmányt, régebben igaz, de hogy is mondjam, ha elolvasom Xi Jinpingnek a beszélgetője párt kongresszuson volt, és olyat mondott egy nagy becsét, hosszú nagy becsét, alaposan elolvastam. Szóval ők nem akarnak most háborút. De amit én olvastam, a kínai vezérkar, hát nem a parancsnoktól, de magas beosztású tábornokoktól, hát aggó nyelven olvasta. Abba az volt benne, hogy Kínának az a jó, ha minél tovább nem kell háborúznia, mert annál erősebb. És még azt is ideérták, hogy úgy néz ki, mert hát leírták, hogy Kínának hol van a keresni valója. Kanada, csak nem üres. Ausztrália, csak nem üres. Szóval... Itt lehetnek gyarmatosító szendékai? De ők azt mondják, hogy mégis úgy látják, hogy elkerülhetetlen, hogy valamikor az Egyesült Államok és Kína találkozzon a keskeny úton. Ezt így fogalmazták meg. De az lenne a jó, ha az minél később lenne. Tehát úgy gondolják, hogy egyszer mégiscsak meg kell mérkőzniük, de az lenne a jó, ha az minél később lenne, meg Kína annál erősebb lenne. Kína erősödik. Óriási tempóban. Ezzel szemben az Egyesült Államok gyöngül. Most még neki van a legerősebb hadserege. De hát mondtam, hogy a hátországa egy járadékos hátországgá alakult, amely egyre kevesebb
terméket állít elő. Jó, nem azt mondom, hogy nincsenek ott óriási fejlesztések az informatikába, kibernetikába, vagy hogy fegyvergyártásba nincsenek nagy fejlesztések. Én ezt nem mondom. De azért nem ott dől el egy társadalom ereje. Egy társadalom ereje ott dől el, hogy a civil ágazatban milyen képzettséggel, milyen bérér, mennyien dolgoznak. És ebben, mivel járadékossá vált, parazitává vált az Egyesült Államok, hanyatló szakaszba került. Meg azon gondolkodtam, hogy most látjuk, hogy egy háborúban, egy valós háborús helyzetben mennyit számít, hogy a hátország lakossága milyen állapotban van, például amikor Kijevet bombázzák, arra hogyan reagált a lakosság, és eddig Amerikában általában proxy háborúkat tartottak, tehát nem érintette az Egyesült Államok területét. Aztán. A kínai emberek meg azért tudják, milyen szenvedni ugye a történelmi hagyományok. Persze, és Kínánál az is, hogy van egy gyenge pont, ahol ha élesbe megy, akkor nagy pusztítás van. Ez Tajvan. Ahol ugye kiképezték arra a tajvani embereket, hogy azért legalább egy kis ideig tudják tartani a területüket, amíg az amerikaiak meg nem érkeznek. Hát ez így van, de én mégis úgy gondolom, hogyha ott egy olyan háború tör ki, ami tényleg élesbe megy, és még nem nukleáris háború, bár Kínának is van, egy néhány nukleáris fegyvere. Ha nem nukleáris háború, akkor Kínának esélye van arra, hogy elfoglalja Tajvant. Sőt, neki van esélye. És az Egyesült Államoknak, arra van esélye, hogy nukleáris fegyvert vett be, de ha azt beveti... Az tényleg világháború, nem? Hát ezért nagyon fontos a Shanghai Cooperation Organization. Az egy katonai szövetség. Vagyis ha engem megtámadsz, akkor Oroszország is segít, meg most már tagja Irán is, 100 millió. De hát azért az CO-nak tagja Belarus, tagja Kazasztán. És most láttuk is a legutóbbi ülésükön, hogy felvonult mindenki. Úgyhogy azért az CO egyre erősödik, és úgy néz ki, hogy Kína is, vagyis India is a tagja akar lenni. Igen. Vagy legalábbis tett közeledő lépéseket. És akkor ide behoznék még egy fogalmat, a BRICS országokat, mert a BRICS-et nagyon sokat temették az így elmúlt van, években. A BRICS az pedig a dollárt gyengítette meg, mert sikeresen most már több mint 10 éve működik, ahol tehát barterkereskedelem folyik, árut áruér, és a differenciát fizikai aranyjal kell kifizetni. Tehát barter, én árut adok, te is árut adsz. Van egy kis különbség. Az fizest ki, az arany. Úgyhogy ez a rendszer sikeresen működik, dollár nélkül. És ugye itt jön viszont képbe az, hogy a törekvések meg megvannak, és egyébként még a Shanghai Együttműködési Fórumnak az ülésén is beszélgettek a digitális pénznek a kérdéséről, mert az viszont ezt az egészet felülírne, és egyébként én így kicsit értetlenül figyelem is, hogy az úgynevezett globális dél, az miért erőlteti szintén a digitális pénznek a kérdését? Hát azért, mert a digitális pénz lehetővé teszi, hogy a dollárrendszertől leváljon fokozatosan. És a dollár, már mondtam, parazita, mert az Egyesült Államok semmiért állítja elő, és kap érte valamit. Többek között
az, hogy még mindig ilyen színvonalon tud élni, ezt ennek köszönheti. Mert ugyanis kamatra adja, és a kamatot áruban kapja vissza. Vagy ha, na és mondjuk egy, hogy micsoda parazita az Egyesült Államok. Hát rengeteg dollár nem tud áruba átmenni, olyan sokan. Trillió és trillió. És szabály szerint lehetne elkölteni, venni tőle például Amerikába kikötőt, vagy egy nagy gyárat. Azt nem lehet. Értékpapírt kell venni érte, vagyis kincstárjegyet, államkötvényt, és ebből már annyi van az Egyesült Államoknak a birtokában, hogy ez kiteszi a világ össztermelésének a felét. Soha nem lehet visszafizetni. Vagyis, és ezt az Egyesült Államok kormánya nyíltan megmondta, hogy soha nem fogja visszafizetni. Vagyis élősködés. Ezek az országok adtak árut, kapták ezt a dollárt, amiért csak államkönyvtönyvet, meg kincstárjegyet lehetett venni, amit soha nem fog, és ez tízvalány trillió dollárról van szó. Nagyon sok pénzről van szó. És ez kész, ez ajándék. Ajándék. És ha az Egyesült Államok azt mondja, mert mit mond, hogy azt az adósságot, amit nem lehet megfizetni, azt nem kell megfizetni. Na, de hát ha ezt az Egyesült Államok mondja, akkor más is mondhatja, hogy én ezt az adósságot nem tudom megfizetni, és akkor nem is fogom megfizetni. Ezért van az, hogy én már több beszédemben is elmondtam, hogy szükség lenne az adósok jogainak a nemzetközi deklarációjára az ENSZ által. És az adósok jogainak a deklarációja azzal kezdődne, első paragrafus, hogy azt az adósságot, amit nem lehet megfizetni, azt nem kell megfizetni. És ez azt jelenteni, hogyha valaki bizonyítja, hogy úgy eladósodott, mondjuk egy ország bizonyítja, egy afrikai ország, hogy ő úgy eladósodott, most is van kettő, amelyik összeomlott, hogy ő nem tudja megfizetni, akkor ez okmánya alapján, adósok jogainak a nemzetközi deklarációja alapján élne ezzel a jogával, hogy megtagadja a fizetést. Erre lenne szükség. De hát persze, ezen csak mosolyognak. Pedig, ha jól meggondolnák az emberek, az Egyesült Államok ugyanezt csinálja. És az Egyesült Államok megteheti, más meg nem teheti meg. Na akkor végezetül egy utolsó kérdés. Mielőtt bekapcsoltuk volna a mikrofonokat, azt mondta, hogy ő most 84 és fél éves, és kérdezzünk bármit, és nagyon szépen köszönöm, hogy őszintén is válaszolt a kérdésünkre. Én 32 éves vagyok, és itt a teremben ráadásul ülnek olyanok, akik 19-20 évesek. És sokat gondolkodunk azon, hogy milyen lesz a következő időszak, és egyáltalán egy fiatal hogy tud felkészülni, mire érdemes odafigyelni, és miközben egy úgy csomó rossz hírt hallunk, meg kicsit bajlós jövőt látunk, lát-e bármit, ami mégiscsak optimizmusra ad okot, és hogyan tudjuk mi fiatalok túlélni a következő időszak? Hát én erre azt szoktam mondani, hogy az élet minden, a halál semmi, lehet, hogy nem semmi, de én magamnak ezt szoktam mondani,
hogy az élet minden alá. Az élethez minden körülmények között ragaszkodni kell, és soha nem volt eddig, hogy valahogy le legyen. Úgyhogy az élethez ragaszkodni kell körömmel, minden eszközzel. Ezt tudom mindenki mondani. Én is ezt tettem. Igaz, hogy volt egy rossz szokásom, hogy mindig az igazat akartam megtudni először, utána meg megmondani. Na és amit kaptam. De még így is élve maradtam eddig. Volt olyan, amikor veszélyben volt az élete? Hogy? Volt olyan, amikor veszélyben volt az élete? Hát volt bizony. Volt. És lehet erről beszélni? Hát nem nagyon akarok róla beszélni. Akkor ezt megtartjuk most itt a négy fal között. Igen, volt veszélybe. De az nem titok, hogy én köröm minden eszközzel az élethez ragadkodtam. És mindig mondtam, hogy jó, hát mondhattam volna, hogy ember küzdj és bízva bízja. Madács, ugye, ezzel fejezi be az ember tragédiát. Jó, ember küzdj és bízva bízja. Ez igaz is. De a küzdelemnek nincs vége. És a küzdelem mindig azzal is jár, hogy súlyos vereségek kísérik az ember. Azzal is jár. És azokat is el kell végezni, de volt egy jó szokása, hogyha a földön voltam, akkor valahogy fölugrottam, és leporoltam a fenekemet. Mentem tovább. Hát ezt üzenem a fiatalabbaknak. A földön fognak fölpattani, és menni tovább. Drábik János, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Én is köszönöm szépen.